Az elhangzott táborok két résztvevőjével beszélgetek, kérlek mutatkozzatok be nekünk. Turcsán Regina. Csorvás Milan. És hanyadik osztályosok vagytok? 8. Mind a ketten. Igen. Akkor ti már több táborban is voltatok, esetleg több éven keresztül? Hát, igen. Ennek a hanyadik táborod volt? Második. Második, aha. És neked minden? Nekem is ez volt a második. Uh-huh. És erre hogy történt a jelentkezés erre a táborra? Hogyan tudtatok bejutni ezekbe a táborokba? Hát Anita néni által megnyertünk egy pályázatot, és úgy. Uh-huh. Csak hogy a gyerekek kiválasztása, tehát így ezt ki kellett érdemelni, úgy tudom ezt a... Úgy tudom, ki kellett érdemelni ezt a lehetőséget, hogy ilyen táborba eljussatok. Hát jó magatartás. Én úgy gondolom. Gondolom ez inkább a fiúkra van, az a lányok azért általában jól viselkednek. Meséljetek egy kicsit a táborokról, hogy éreztétek magatokat, mondjuk kezdjük a Sertepertivel, mert hogy te mind a két táborban voltál. Hát nagyon jó volt, nagyon sok program volt, és mindegyik nagyon tetszett. Bár volt valamelyik nap, amilyen kicsit fárasztó volt, úgyhogy, de akkor is jól éreztem magam. Mert hogy? Kirándulni voltatok? Igen, Budapesten voltunk kedden a második napon a Sertepertiben, és Budapesten voltunk a Természettudományi Múzeumban és a Néprajzi Múzeumnál, és voltunk a Hősök terénél is. Uh-huh. És a nap végére voltunk egy hatalmas játszótéren, ami tényleg nagy volt. És játszottatok is azokon igen. a játékokon? Mert hogy ti már azért idősebbek vagytok. Igen. Tehát nagyon tetszett akkor. Melyikben tudtál legjobban részt venni, mondjuk segítőként is esetleg? Melyik napon? Hát a hétfőivel. Mert hogy akkor mi történt? Hát itt maradtunk a művelődési házba, és voltak sportfoglalkozások, és sokat társasoztunk akkor. Uh-huh. Igen. Mert hogy az utolsó nap éjszakája is nagyon kalandosra sikerült. Mi történt ott pontosan? Hát volt egy éjszakai kincskereső, meg körbe kellett járni a sulit, és akkor mindenféle boszorkányok, meg rémisztő szörnyek ijeszgettek minket. És valamelyik ilyen lény le is locsolt minket, úgyhogy eléggé vizesek voltunk. Mert ugye éjszaka ott is aludtatok, ugye a igen. tornateremben, úgy tudom. Zánkáról mesélj nekünk egy kicsit, mert ott te voltál. Milyen élmények voltak ott neked? Hát igazából az összes, mint a négy nap, az nagyon jó volt. Amin ott voltunk, az éjszakák voltak a legjobbak. Igen? Mert akkor mik történtek? Hát igazából mi nem volt. Inkább nagyon sok mindent csináltunk. Sokáig fenn voltunk, de azért fel is tudtunk elni. Uh-huh. Igazából nagyon jó volt. Milyen programokon vettetek részt? Hát voltunk lézerharcon, voltunk ilyen kőzetek bemutatásán. Ez mind ott volt az ánkai helyszínen, vagy el kellett még onnan utaznotok? Hát a kőzethez így kicsit arrébb így a szállástól, de mindegyik ott volt helyben nagy részt. Uh-huh. És ott vonattal utaztatok le? Ugye az is már egy nagy kaland volt, úgy gondolom. Ez nagyon hosszú út volt, oda-vissza. Igen, hosszú út volt. Mert hogy az ánkai tábor az egy igazán nagy tábor. Körülbelül hányan lehettetek ott? 3000 körülbelül. És a Hernádi csoportban hányan voltatok? 60-an körülbelül. Uh-huh. Igen. Mondjuk te össze tudod hasonlítani, ugye azért mennyire másabb egy Sertepertivi tábor és egy zánkai tábor. Igen. Ugye mind a kettő nagyon jó, csak más. Mindegyik más, ugye? Igen, igen. Uh-huh. Milyen kísérőitek voltak itt a táborokban? Mondjuk Zánkán. Hát ott tanárok voltak, de nem mindegyik minket tanít, volt kettő, aki igen, és volt ugye, aki uh-huh. nem, meg volt tanítani. Uh-huh. És esetleg ismerettséget kötöttetek ott mondjuk idegen gyerekekkel? Igen, én igen, sok új barátot szereztem én ott.
Mert nem csak a Hernádiak között voltatok, hanem barátkoztatok mondjuk a rendezvények közben is. Igen. Akkor a társaság is nagyon jó volt? Hát az nagyon jó volt. És milyen volt az ellátás? Az is jó volt egyébként, én meg voltam vele elégedve. Gondolom sok fotót készítettetek, sok videót készítettetek. Hogyha esetleg jövőre majd ti már kísérőként tudtok a jövő évi csoporttal menni, akkor már sok tanácsot tudtok nekik adni. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, akkor nektek. Köszönöm. A Hanvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár nemrégiben átadott nyitott galériáján beszélgetünk a Hernádi Gyerekek 2023-as évi táboroztatásáról. Orovec Anitával, a Hernádi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjével beszélgetünk ezekről a témákról. Hogyan jött az ötlet és mikor a Serteperte tábor létrehozásáról? Szerbusz Andi, üdvözlöm a nézőket! Hát a Serteperte táboroztatás az szerintem 10 éve, 12 éve jöhetett. Árva Szilviával gondoltuk ki ezt legelőször, jegyzőasszonnyal, hogy valamit kellene így a gyerekekkel kezdeni, így a nyári szünetbe is. Nem ottalvos táborra gondoltunk először, hanem nyári napközis táborra, és akkor 17-ben, 18-ban csináltuk meg legelőször a Serteperte tábort. És az is volt a célja, hogy a gyerekeket egy kicsit összegyűjtve, közösségbe együtt valamit alkossunk, és ismeretet is adjunk át. Tehát az alapötlet ez volt legelőször. És hogyan történik a gyerekek kiválasztása? A pedagógusokkal történik a közös kiválasztás. Én minden évben felkérem az iskolának a pedagógusait, hogy írják össze, hiszen ők ismerik a legjobban a gyermekeket. Az osztályfőnökök írják össze, hogy az adott osztályból kire gondoltak, hogy részt vegyen a Serteperte táborba. Ezt összefésüljük, és így gyerekenként próbáljuk azt is figyelni, hogy egy családból lehetőleg az összes gyerek ott legyen. És hogyan történik meg a kiválasztásuk a gyerkőcöknek? Ezt ki kell érdemelni? Ezt ki kell érdemelni. Ez egy jó viseletű tábor, vagy ha jó tanuló a gyermek, de én ezt az osztályfőnökre bízom abszolút, hogy ő miért írta föl a listára, és akkor onnan próbáljuk ebből a listából egy busznyi gyereket összeszedni, és akkor itt töltjük meg a tábornak a létszámát. Idén hány fő volt a táborban? 45 fő volt, és 4 kísérővel mentünk, 4 állandó kísérővel mentünk, és önkéntes segítők is segítettek a Serteperte táborban. Ez hány nap? Ez hát 6 plusz fél, mondhatni így, mert ugye az ötödik napon, vagy 5 plusz fél, mert az ötödik napon pénteken bent alszunk, és szombat reggel olyan 10 körül hagyjuk el a tábor területét. Kezdjük az elejéről, hogy ebben az évben milyen programos sorozat volt itt a táborban? Én minden pénteken egy kicsit összeülök a gyerekekkel, és egy ilyen kis közvéleménykutatást végzek, hogy melyik az a program, ami nagyon tetszett nekik, mit vegyünk ki, mi legyen más, mit szeretnének még látni, és 2 nap, amihez én úgy gondolom, hogy nem fogunk hozzányúlni, és 10 éve ez a 2 nap benne van a repertoárban, ez a Kecskeméti Vadaspark és a mozi, és a strand. Hát mivel nyár, mi más lehetne ugye a gyerekeknek, mint a strandolás, úgyhogy ezt a 2 programot mi mindig benn szoktuk tartani, illetve a pénteki az már egy ilyen hagyományos program, mindig az idősek főznek nekünk ott, ők készítik el az ebédet, és a prevencióra fektetjük itt a délelőtti napon a hangsúlyt. Úgy hallottam, hogy Budapesten is voltatok kirándulni. Igen, idén Budapestre is mentünk, igaz, hogy jó hosszúra nyúlt a budapesti kirándulás, mert én annak a híve vagyok, ha már ott vagyunk, és ilyen drága volt a busz, akkor minél többet nézzük, és minél többet mutassak a gyerekeknek. Úgyhogy végigjártuk teljesen a Hősök terét, a Vajdahunyadvárát, a Zeneházát, a Néprajzi Múzeumot, és akkor egy hatalmas nagy játszótérre mentünk el a végén, és ezzel zártuk a napot. Igen, és nem csak Budapest felé voltatok, hanem Kecskeméten is. Kecskeméten is voltunk a Vadasparkba és a Malomoziba. Hát a mozival már ősrégi a kapcsolatunk, és mondhatnám azt, hogy várják minden évből, hogy jelentkezzünk, mert hogy kibérünk ott egy termet mi, és azt játsszák, amit mi szeretnénk. Úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, és tényleg azért vannak ők is, hogy jól érezzük magunkat.
mennyire nehéz rávenni, vagy mennyire könnyű rávenni a gyerekeket az aktív részvételre? Nagyon könnyű. Tehát más időszak ez, mint a szorgalmi, vagy a tartalmasabb tanulásos időszaka az iskolába. Itt nyilván jön egy fellélegzés is már a teljesítmény alól, és ugye itt csak a nyár és az örömök vannak, és a vakáció. Ez látszik a gyerekeken, hogy ők nagyon bevonhatók, és nagyon örülnek annak, hogy a táborokba részt vehettek. Én úgy látom. Meg úgy érzik, ugye, hogy itt most tényleg ők a legfontosabbak, és ők vannak a figyelem középpontjában. A gyerekek egymással mennyire tudnak együttműködni? Nagyon együttműködő mindegyik. Nem szokott különösebb sem magatartás, és sem más probléma lenni a gyerekekkel. Én az idei évben külön megköszöntem nekik, hogy ilyen jó gyerekek voltak, mint a Serteperte táborban, és mint az Ánkaiba. Bár mindig úgy megyünk el, hogy összeülünk, és én azt mondtam, hogy a Hernádra ne hozzunk szégyen. Tehát ne legyen az, hogy ezek a hernádi gyerekek, és én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy nagyon megszoktak minket dicsérni, nagyon kis ügyesek, szófogadóak, úgyhogy tényleg büszke vagyok erre, hogy olyan gyerekekkel megyünk, akik nem hoznak minket szégyenbe, és Hernád település sem. Igen. A második tábor, ez az Ánkai tábor, ugye, ami egy Erzsébet tábor. Igen. Ez hogyan jött létre ebben az évben? Az Erzsébet tábor az pályázat útján, tehát az egy pályázati felületen pályázatot kell benyújtani, és akkor elkezd sok-sok hónap eltelik, mire izgatottan várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Hát tavaly sajnos nem nyertünk, ezért polgármester asszony azt mondta, hogy még egy tábort csinálhatunk, egy Serteperte tábort, úgyhogy tavaly kettő volt azoknak is, akik ugye lemaradtak az Ánkáról, mert hogy annyira rá voltunk hangolódva, én is többek között, hogy megyünk Zánkára. Zánka nagyon jó, Erzsébet tábor, kimondottan megvan, hogy milyen feltételekkel kell pályázni, és hogyan nyújtható be ez a pályázat, milyen gyerekekre, hány évesekre is minden feltétel adott. A pályázati űrlapot kell kitölteni, és akkor várunk rá. Ez 1000 forintba kerül maga egy gyereknek a táborosztatása, és ez 5 nap. Tehát, hogyha belegondolok, ez nem egy nagy költség. Ezt az önkormányzat állja, és a buszköltséget is ő szokta állni. Igaz, hogy Kelenföldig szoktunk busszal menni, és onnan már vonattal, ami azért a 40 fokban nem egy kellemes, de én mindig azt mondtam, hogy a szép emlékek, gyerekek megmaradnak, magunkkal visszük, a fáradtságot meg ki lehet pihenni. Igen. Most már te is látod a két táborban ugye a különbséget. Mennyivel mit ad más, mondjuk Zánka, hiszen az mondhatjuk úgy, hogy ez egy gigatábor, hiszen több ezer gyerek gyűlik össze az ország minden részéből. Ezt adja többet. A közösségnek a hatalma, olyan hatalmas ereje van, amikor az a 3400-an voltunk, vagy 200-an, nem akarok hazudni, bent és a táborba, és akár egy indulónak az elszavalása, tehát libabőrös lesz az ember, hogy az erősségétől és a közösségi erejétől. A programok ott is ugye adva vannak, de a Balatont azért nem lehet Hernádra hozni. Igen, az egyik legnagyobb élmény volt így akkor van, a gyerekeknek. Ugye? Hány gyermek vett itt részt az általában? Hát kiszoktuk teljesen tolni a 60 főt, tehát 60 gyereket viszünk, és 7 kísérő ment most velük. Uh-huh. Kik voltak a kísérőitek? Hát az iskolából két pedagógus, Gyula Iné Márpát és Dékány Gyula, aztán kolléganői, Kovácsné Szantusz Réka, Gomoláné Szapekéve és Utter Schmidt Klaudia. Nem hagytam ki senkit, remélem, nem? Igen. Még a Serteperte táborra térjünk vissza, mint a gyerekek nagy élménnyel mesélték az utolsó napot, a finish, ami nagyon-nagyon tetszik nekik, és nagyon-nagyon várják minden évben. Hát ez egy energiabomba, én mindig azt mondom, az utolsó nap, ott fáradunk el a legjobban, lehet, hogy azért, mert hogy az már tényleg az utolsó nap. Nagyon sok program van, tehát a délelőtt is úgy kezdődik, ugye, hogy programsorozatok, kint van a rendőrség, a tűzoltóság, tényleg a katasztrófavédők, és mindenki azon dolgozik, a védőnők, nem akarok senkit kihagyni, ez egy hatalmas nagy drogelőadások, és az alkoholizmus, a dohányzásról való, tehát itt próbálunk olyan adni a gyerekeknek, amit ha vagy egy kicsit elgondolkodjon, hogy mit használ, vagy mit ne használjon, vagy hogy használjon. Egy kis segítség. Idén a bántalmazásról volt szó.
szerintem nagyon jól sikerült, és akkor délután meg ugye az ott alvás a csúcs, de délután a ugrálóvár, a csillámtetkók, a cukoreső, a mozi, a diszkó, hát ez mind-mind olyan, az éjszakai akadálypárét hallottam a Reginát is, hogy nagyon tetszett neki az éjszakai akadálypár, ott mindig próbálunk olyan dolgokat behozni, ami nem volt még. És most egy ilyen kis boszorkányos, ijeszgetős, túlélős tábor, vagy vége volt a tábornak, és akkor utána esti mese, elcsendesedünk, ki mikor tud, és reggel kerünk, van 10 körül hagyjuk el a tábort. Igen, akkor ez igazán nagy csapatmunka. A igen. Kollégáid és a segítők között. Abszolút. Mennyi önkéntes vesz részt ennek a lebonyolításában? Hát az állandó kollégáimmal szoktam ugye a programokat összeállítani egyeztetéssel. A Szabó Anita nagyon sokat segített most a zánkai táboron, de a Réka és a Kovács C. Santusz Réka pedig a Sertepertébe vette ki jól a részét. Az önkénteseknek én nagyon-nagyon megköszönöm minden évben a munkáját, mert nélkülük ez nem menne, én úgy gondolom. Tehát, hogy te legyél is a gyerekekkel ott, és plusz a programokat is te csináld, és étkeztess is, és mindenre felügyelj, az azért nehéz lenne, de évek óta például az óvoda a sportfoglalkozásokon ott van, amit én nagyon-nagyon hálás vagyok érte. A Forrás Andi a kezdetektől kezdve ott van, és tényleg segíti a munkánkat. Tóth Eszter, Margó, tehát nagyon sok nevet tudok sorolni, aki éveken keresztül egy drámafoglalkozás, egy néptáncos foglalkozásokat színesíti a programunkat. Igen. Az önkormányzat egyéb más módon is támogatja a gyerekeket és a családokat is. Ebben az évben mi várható még? Hát a legfontosabb volt a nyár, ugye ez a két táborunk, és akkor ami még várható, én nyár végén szoktam a Kecskeméti Katona József Színházzal leegyeztetni a bérlet árakat és a személyeket, illetve a számokat, és hogy milyen bérletet veszünk. Most 10-14 éves ifjúsági bérletet váltottunk meg, ez úgy működik, hogy 3 előadást tartanak a bérletbe, és ezt a szülők fizetik, az önkormányzat pedig a 3 alkalmas buszt fizeti meg. Igen. Van még esetleg üres hely? Nincs, teljesen be van töltve. Szeptemberben az első hétben én a plakátokat kiszoktam küldeni, a jelentkezési plakátokat az osztályfőnököknek, ez megtörtént, nem sok fővel, de azért vannak várakozóink, így jövőre úgy elgondolkozhatok, hogy esetleg az 50-es buszt, mert most 30-al megyünk, 30 fővel, hogy be tudjuk-e vállalni. Ami még nagy munka vár rátok karácsony előtt, az Adni Jó program. Kérlek, mondd el ennek, hogy mi a lényege, és mi a folyamata ennek az adománygyűjtésnek. Ez évek óta van, és szerintem a Sertepertet táborral így egy kaptafa alá lehet említen, hogy ennyi éve van. Itt megszólítjuk a vállalkozókat és Hernád lakosságát, hogy segítsenek azoknak a családoknak, akik egy kicsit nélkülöznek, vagy szebbé tenni esetleg a karácsonyt. És itt azért mondom, hogy szebbé, mert hogy a cipős dobozok is itt ugye hozzájárulnak a karácsonyi karácsonyfa alá, és tényleg nagyon ízléses, gyönyörű dobozok szoktak lenni. Igaz, hogy én is néha kíváncsi vagyok, hogy mi lehet abba a dobozba. Nem szoktuk kibontani őket, mert gyönyörű csomagolással. Azt kérjük, hogy írja alá, hogy fiúnak, lánynak hány éves korba vagy korú gyereknek lehet ezt odaadni, és akkor itt a vállalkozók vagy anyagi, vagy természetbeli dolgokat hoznak, és akkor így állítjuk össze a csomagot. Ez nektek azért több napos, több hetes összeszervezett munka. Mi alapján történik az adományozott családoknak a kiválasztása? Hát az intézményeket, köznevelési intézményeket, bölcsödét, gyerekjóléti szolgálatot és a hivatal munkatársait szoktuk megkérni, mert ugye ők igazán, akik ismerik a gyerekeket, családokat, hogy írják össze, hogy kinek akarják szebbé tenni a karácsonyt, és akkor összefésüljük a neveket, kijönnek a családok, és akkor így egyére szabottan tudjuk nekik odaadni a karácsonyi falá, és ami jó, hogy az utolsó héten nem szoktunk egy tasakot sem ott hagyni az iroda előtt, tehát azért tényleg megérkeznek az ajándékok a falá. És ezeket a tárgyi ajándékokon kívül az önkormányzat ezt még ki szokta egészíteni még egy csomaggal, amit a családokhoz eljutott. Ezekben mi szokott lenni? Tartós élelmiszer szokott lenni. Hát belekerül az a pénz, illetve anyagi adomány, ugye, amit a vállalkozók is hoznak.
hozzáraknak, és akkor általában konzerveket, tartós lisztet, cukrot, tehát próbálunk a karácsonyra egy kicsit, hogy egy beglit tudjon belőle sütni, vagy egy halászléhez valamit hozzá tudunk rakni, vagy a karácsonyi menühöz egy kicsit hozzá. És próbáljuk úgy összeszedni is ezeket a dolgokat, hogy azért egy kész étel elkészíthető legyen belőle. És hogyan kerül ki a családokhoz? A képviselő testületnek a három tagja szokott segíteni, és nagy lelkesen szoktuk kihordani ezeket a csomagokat. Igen. Kaptuk visszajelzést esetleg a családoktól? Szoktunk, igen. Nagyon megköszönik a családok ezt a segítséget. Facebookon is, és egyéb úton, módon azért megköszönik, és nagyon hálásak érte, mert ugye ez titokban megy, nem tudják a családok, tehát nem szoktunk oda telefonálni, hogy mi most egy csomaggal érkezünk. Valamikor háromszor is vissza kell menni, hogy ott hol találjuk azt a családot, de szerintem ez így szép és így jó, hogy meglepetésszerűen kapja a család ezt a csomagot. Igen. Várják amúgy. Körülbelül hány családról van szó itt Hernádon? Változó. Attól függ, hogy hány, mennyi a felajánlás, hogy tudjuk elosztani ezt a pénzösszeget is, és hogy mennyi könyvet, esetleg játékot, ruhát kapunk, azt szoktuk beletenni a csomagba, 60-tól 90 családig szokott ez lenni. Igen, tehát hogyha valaki ebben az évben is már most gondol arra, hogy karácsonyra esetleg már most gyűjtögeti azokat a dolgokat, amit szívesen odaadna másoknak, amik használhatók, jó állapotúak, tiszták, nem hiányosak, tehát aminek tényleg akár ő is saját maga is örülne, azt akkor majd meg lesz hirdetve ugye plakáton, igen, és a médiában is, hogy lehet hozzátok ezt eljuttatni, és akkor hát ha mindenki már most tud erre készülni. Úgyhogy nagyon köszönjük a munkátokat, hogy ennyi mindent tesztek Hernádért, és a sok segítőnek is köszönjük, és reméljük jövőre is tudjátok folytatni a munkátokat. Köszönöm szépen a beszélgetést, én is. Köszönöm.